Június 4-e a Nemzeti Összetartozás napja Magyarországon. Ilyenkor arra emlékezünk, hogyan veszítette el Magyarország területeinek több mint két harmadát az első világháborút lezáró békenyilatkozat aláírása után. 60-ban is megemlékezést tartottak a Trianon téren. Horváth Riárd polgármester ünnepi beszédében úgy fogalmazott, nincs értelme igazságot keresni egy háború végeredményében, mert a békét mindig a győztesek diktálják, ezért ez mindig csak egy egyoldalú igazság lehet. Rossz politikai döntéseket hoztak az akkori magyar döntéshozók, aminek eredményeképpen olyan háborúba kényszerítették országunkat, melyet aztán megkérdőjelezhetetlenül elveszített. Ennek egyenes következménye Trianon. Horváth Rihárd kiemelte, a trianoni békediktátum tragédiája lehetőséget is hordoz a magyarok számára, ugyanis rávilágított arra, mennyire fontos egy nép életében a nemzeti összetartozás. Az elcsatolt területek magyar kisebbsége ma száz év elteltével is magyarnak vallja magát, a magyar nyelvet beszéli, és a magyar értékekhez igazítja életét. Nemzetünk egysége nemhogy megbomlott volna, de még meg is erősödött. Az összetartozásnak napjainkban is kiemelt jelentősége van, hangsúlyozta a polgármester. Ezek az értékek vezérelnek minket, hatvoniakat is mikor az orosz-ukrán háborúban szenvedő magyar testvéreinknek igyekszünk segíteni. Ez vezérel, mikor a pandémia nehézségeit kézen fogva, nem pedig egymással szemben igyekszünk átvészelni. Ez vezérel, mikor igyekszünk enyhíteni a hatalmas infláció hatásait a hatvani háztartásokra. Ez vezérel, mikor megfogalmazzuk. Mi hatvaniak törődünk egymással. Megláttam egy felhőt, szép vihola a A megemlékezés a 60. Kossuth Lajos általános iskola diákjainak műsorával folytatódott, majd fél árbócra eresztették az ország zászlót, így szimbolizálva azt a veszteséget, amit az országrészek elcsatolása után szenvedett el a magyar nép. Mindezek után a városvezetés, valamint az intézmények, a pártok és a civil szervezetek képviselői elhelyezték az emlékezés koszorúit a trianoni emlékműnél.